elfogadjuk az európai együttműködés mindenkire érvényes szabályait, de mi nem fogadjuk el, hogy bármilyen kifinomult módszerrel idegenek kormányozzanak bennünket. Elfogadjuk és teljesítjük azokat a kötelezettségeinket, amelyeket Magyarország vállalt. De nem fogadjuk el, hogy a szocialista kormányok hibái miatt az egész országot büntessék Brüsszelben még ma is. Igen, 2010-ben az európai válság ellenére képesek voltunk visszarántani hazánkat a csőd széléről. Igen, 20 évvel a rendszerváltás után képesek voltunk új alkotmányt adni a nemzetnek. Igen, 90 évvel Trianon után képesek voltunk a határokon átívelő nemzetegyesítéssel több százezer embernek visszaadni a magyar állampolgárságát. És igen, az elmúlt két évben a válság szélviharában is képesek voltunk faragni az adósságunkból. Igen, az elmúlt két évben a pénzvilág ellenében is képesek voltunk kimenteni több százezer devizahiteles családot az adósságcsapdából. Igen, a nehéz pénzügyi helyzet ellenére is képesek voltunk megvédeni a nyugdíjakat és a béreket, emelni a minimálbért és csökkenteni a családok adóterheit. Orbán Viktornak a saját kormányzásáról alkotott véleménye nem meglepő, noha gazdag mesés elemekben. De amit az elején mondott, hogy nem helyes, ha Magyarországot idegenek kormányozzák, ezzel én mélységesen egyetértek. Mint demokrata azt gondolom, hogy az ország kormányzására kizárólag a magyar nép hivatott, és Metternich és Petőfi vitájában, én Petőfivel tartok, és nem gondolom azt, hogy a nemzetközi monarchiáknak, birodalmaknak, szentszövetségeknek és egyebeknek kormányozniuk Magyarországot. Amennyiben viszont így van, akkor meg kell kérdeznünk Orbán Viktor miniszterelnöktől azt, hogy akkor miért hajtja végre szóról szóra, pontról pontra az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az Nemzetközi Valuta Alap minden egyes utasítását. Hiszen, hogyha ezeknek az utasításoknak a végrehajtása azt jelenti, mint erre többször célzott már, hogy idegenek kormányoznak, akkor ő hagyja az idegeneket kormányozni, és ahelyett, hogy ezzel a ténnyel elszámolna, inkább, mint mondtam a beszédemben is, tüntetéseket szervez a saját politikájával szemben, mint például most is. Úgyhogy lehetséges olyan helyzet egy politikus életében, amikor nem tudja azt a politikát folytatni, amit szeretne. Vannak olyan kényszerföltételek, amelyek rákényszerítik arra, hogy másfajta politikát kövessen, mint az elvének megfelel. Ez az a pillanat, amikor a politikus lemond. Lemond. Csak hogy az a helyzet, hogy akikről Orbán azt mondja, hogy idegenek, azok nem idegenek. Azok ugyanúgy az euróatlanti politikai kultúra képviselői, mint ahová valójában a magyar politikai osztály is beletartoznék. És ez a szóhasználat elárulja ennek az embernek az aljasságát. Mert ezzel a szóhasználattal, hogy idegenek, tulajdonképpen azt a részét akarja megnyerni a magyar társadalomnak, amely eleve idegenekre és nem idegenekre osztja a társadalmat. Én akkor naív voltam, mert én azt hittem, hogy egyszerűen csak külföldi állampolgárokra céloz, hát akiknek nálunk nincs szavazati joguk. Naív voltam. Na, annyira csak ugyan. Hogy Európára célzott, és akkor én meg azt kérdezem, hogy akkor most mi van, hogy most Orbán Viktor nem európai, mindenki más európai, és az európaiak ne kormányozzák Európát, vagy hogy van ez? Ne legyünk igazságtalanok. Hát természetesen az Európai Unióban is a nagyobb, gazdagabb és erősebb államok szava jobban számít, mint a kicsiny, szegény és gyönge államoké. Azért nem menjünk el a melleszó nélkül, az egy olyan totális logikailag megmagyarázhatatlan állítás, hogy mi elfogadjuk az Európai Unióhoz szabályrendszerét, és kikérjük magunknak, hogy megmondják, hogy mit kell csinálni. Hát, hogyha elfogadtuk a szabályrendszert, akkor elvárják, hogy be is tartsuk. Ha nem tartottuk be, akkor logikus módon figyelmeztetnek minket, büntetnek minket. Egyszerűen nem értem, hogy ez senki... Igen? Hát az a helyzet, hogy amire Tamás Gáspár Miklós célzott arra a kognitív ellentmondásra,
hogy miközben átkozza az idegeneket, ugyanakkor szó nélkül végrehajtja a legsúlyosabb megszorításokat is, ez csak arról árulkodik, hogy ezt az embert egyedül és az egész társaságát a puszta hatalom érdekli, és ennek érdekében bármit hajlandó végrehajtatni a nemzettel. Egyetlen ott voltak a pontok egymás után, hogy mi az, amit igen. És ez az MTV-nak a felvétele volt. Emiatt folyton láttuk a tömeget, ugye? Tehát ugye az volt, hogy Orbán Viktor, nem? És állandóan a tömeget. Taps tömeg, és akkor az volt, hogy a és sok ezer deviza hitelest megmentettünk. Igen. És ennél a résznél nem tapsoltak megálltak az emberek. Megálltak a ugye, kezek, ugye? Én is néztem. Tehát azért van az az elhivatottság, ameddig bírjuk, és van az az elhivatottság, ami után már nem. Tehát, hogy ne vicceljünk már, tényleg. Tehát, hogy azt, amit a bőrünkön érzünk, és akkor ettől kezdve ugye az nem pártpolitika. Tehát, hogy azt, hogy áll az ember, hogy kiterelve oda, nézi a vezérét, és azt mondja neki, hogy ő meg lett mentve attól, ami éppen, hát azért ez egy kemény ügy. Tegnap Bolgár György elmagyarázta, hogy Orbán Viktor mekkorát csúsztat, amikor arra hivatkozik, hogy 2008-ban ugyanolyan helyzetben volt, állapotban volt az ország pénzügyileg, mint Görögország. Sorra vette, hogy gyakorlatilag talán egy tényező volt a infláció, egyébként mindenben hatalmas eltérés van, és akkor arra gondoltam, hogy a Gyuri mondja, és akkor mi van? Orbán Viktor meghatódik, a hívei hirtelen magukba szállnak. Hát ez pontosan amit egyszer Mészöly Miklós Kisoroszliban állt a trágyát hordó pótkocsi mellett, és egy parasztembernek mutatta a térképet, hogy a Nagy Magyarországon a nemzetiségek milyen pöttyök voltak. És ott mondta, az Isten áldja meg, hát látja, ezek itt a románok, lát itt zöldet, a nem látja. Hát akkor, és az ember ránézett, hogy mit akar az író úr, hát miket mutogat itt pöttyöket, hát ez nem érdekli. Hát amire most célozva van, az, hogy az a tábor, amely ezen a téren Orbát hangatta, amögött valóban egy rendkívül nagy tömeg van, amely manapság gyakorlatilag meggyőzhetetlen. Tehát olyan mértékben követi ezt a demagóg politikát, hogy ez a legnagyobb aggodalmakra kell, hogy okot adjon számunkra. De ti mit mondtok, mert engem ez nagyon foglalkoztat, hogy ezeket az embereket vajon mivel lehet még mindig meggyőzni? A devizahiteleiket nem sikerült visszafizetniük, a házaikat, lakásaikat elveszik, a nyugdíjuk nem lesz több, ha nem keresek. Megmondom neked, Ángyán Józseffel például. Ángyán Józseffel meg lehet győzni. Hogyan? Hogyha ő tarthatatlanak tartja azt, amit a frakció és a pártja művel, akkor nem reménytelen a helyzet. Na de várj, most nem azt kell, félreértettél. Én azt kérdezem, akik ott álltak most a Kossuth téren. Most mondom, előbb-utóbb Ángyán Józsefen gondolkodnak el. Na és de akkor... most ők még az Orbán Viktornak próbáltak tapsolni, ugyan a kezük nem ért össze a devizahitel szó hallatán, de mégiscsak ott álltak, és mégiscsak nagyon fegyelmezetten követték, ha nem is annyian ahányat azt MTI mondott, mert azt hallom már megint, hogy ilyen számháború volt, hogy akkor most ki volt többen, de az biztos, hogy láttuk őket ott állni, és valamiért fegyelmezetten végighallgatták a vezérüket, és hihetetlen módon, azt nem mondom, hogy lelkesedtek, de legalábbis igenlően voltak. Ezek lelkesedtek, és nem fegyelmezetten, hanem lelkesedésből, egy belső, szinte gerincből jövő késztetéssel vágytak is arra a hangra, amit az Orbán produkál. De miért, és azért, mert a magyar társadalom egy része ilyen, egy jelentős része ilyen, csak a helyzet az, hogy a másik része nem ilyen. A másik részében van egy hatalmas tábora a baloldaliságnak és a liberalizmusnak, és középen van egy hatalmas tömeg, és őket Ángyán meg tudja győzni. És itt pontosan erről a hatalmas, nagyjából középen álló tömegről van szó, mert ami most lezajlott a Milla tüntetésén, az tulajdonképpen azt célozta, hogy egy ennek a tömegnek megfelelő középpártot, vagy egy középpolitikai erőt próbáljanak meg kialakítani. Igen, szeretnék válaszolni a kérdésedre azért. Ez nagyon fontos, kérdés. Nagyon fontos kérdés. Ugye egyrészt tudomásul kell venni, hogy a Fidesz választóinak a tömege csökkent, tehát az nem igaz, hogy senki nem meggyőzhető. Hogy ezek eleve is bizonytalanabbak voltak, az valószínű, nem tudom pontosan természetesen. A másik viszont, hogy minden egyes politikai állásfoglalásnak van két eleme. Az egyik a politikai identitás, a másik pedig a racionálisabb dolgok,
érdekek, elvek, tehát magas és kevésbé magas dolgok egyaránt. Most a politikai identitás az legalább olyan fontos dolog. Tehát a politikai lojalitásnak az oka időnként nem az, hogy azt gondolja a lelkes tapsoló, hogy Orbán Viktor miniszterelnök jól kormányoz, hanem azt gondolja, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az én közösségemnek a tagja, bajban van, elmegyek, támogatom és megtapsolom, akkor is, hogyha szegény, kénytelen valótlanságokat állítani. Tehát ez a lojalitás, tehát ez különbözik. És ebben ez nem nélkülözi teljesen a nemességet. Ezek bonyolult dolgok. Hűségesnek lenni, az nem csúnya dolog. Nem, én nem mennék bele, mert kérnéd, hogy van ugye nagy képviselőm az az Aronson féle törvény, az ember az önigazolással válik egészségessé. Tehát, hogy képes arra, hogy bebeszélje magának, hogy az a dolog, amit ő támogat, az úgy jó, ahogy van. Ő annak idején erre szavazott. Én most magamnak válaszolok. Tehát baromi nehéz azt mondani, hogy hülye voltam. Akkor inkább azt mondom, hogy jó, ez az Orbán Viktor. Jó, most már bocsánat. Igen. Tényleg elsőnél leragadtunk, és már a műsorító harmada elment. Bocsánat. Nézzük a következő filmet, és szeretném a reklámja még 3 filmet. Akkor hajtjuk.